Jó napot kívánok! Felemelő érzés volt péntek este ott állni sok tízezer emberrel együtt a Hősök terén. És talán éppen ezért volt még fájóbb azt látni, hogy Orbán Viktor semmit nem értett vagy nem akart megérteni azokból az üzenetekből, amelyek ott elhangzottak. Ezeket a fiatalokat, ezeket a gyerekeket nem egyszerűen gonosz pedofilok és az ő segítőik tették tönkre, hanem az állami intézményrendszer vallott kudarcot. Az az intézményrendszer, amiért Orbán Viktor a magyar kormányfő felel. És nem volt egyetlen egy együttérző szava sem az áldozatokhoz. És nyomát sem látom annak, hogy válaszolna azokra a rendszer szintű változtatási igényekre, amelyek szintén elhangzottak a Hősök terén péntek este. Én azért állítottam fel az árnyék kormányt, hogy megmutassuk, hogy van alternatíva, hogy meg lehet változtatni azt a politikai rendszert. Hogyha erősek vagyunk és együtt dolgozunk, akkor igenis lehet egy másik Magyarországot létrehozni. Szeretném bemutatni önöknek ma azt a 10 pontot, amelyet éppen az áldozatok védelmében és annak érdekében tennénk, hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyen Magyarországon. Az első, hogy elég volt a hallgatásból, a sunnyogásból, a kéz-kezet most politikájából. Minden egyes bűncselekménynek nyilvánosságra kell kerülnie, és szigorú büntetést kell, hogy kapjanak azok, akik gyerekeket tesznek tönkre. Éppen ezért a pedofília és a pedofiliát segítő bűncselekményeket sokkal szigorúbb büntetési tételekkel kell sújtani. Valamint azt is kezdeményeztük, hogy európai bűncselekménynek nyilvánossuk ne csak a pedofiliát, hanem a pedofiliát segítő, azt elhallgató vagy azt támogató cselekményeket is. Más országok által már bevezetett jó minták kapcsán el kellene kezdenünk felállítani azokat a vizsgálóbizottságokat, ahol civil szervezetek, kormányzati képviselők, áldozatokat képviselő szervezetek közösen vizsgálják ki, hogy az állami intézményekben és az egyházi intézményekben milyen pedofil cselekmények történtek az elmúlt időben. A múlttal való szembenézés e tekintetben elengedhetetlen. A harmadik pont szorosan kapcsolódik ehhez. Csúfos kudarcot vallott az áldozatvédelem és az áldozatsegítés intézménye is. Ezeket a fiatalokat magukra hagyta a rendszer. Éppen ezért egy a mainál sokkal hatékonyabb civil szervezeteket is magába foglaló áldozatvédelmi és áldozatsegítő rendszerre van szükség. A megelőzés még fontosabb talán. Márpedig abban a pillanatban, hogy a gyerekek kiszolgáltatottá válnak, ott megjelenik a gonoszság is. Éppen ezért minden intézkedést meg kell hoznunk annak érdekében, hogy a gyerekek családban nőhessenek fel. Ezért lehetővé kell tenni az örökbefogadást minden olyan család számára, ahol szerető, gondoskodó közegben nőhetnek fel a gyerekek, legyenek azok akár egyedülálló szülők, vagy élettársi kapcsolatban élők. És ugyanehhez tartozik az, hogy nem lehet megengedni, hogy egy magyar gyereket azért emeljenek ki a családjából, mert az a család szegény. Ahol szerető, gondoskodó, odafigyelő közeg veszi körül a gyermeket, ott nem lehet a kiemelés indoka, a szegénység. Ott az államnak feladata van. Civil szervezetek bevonásával sokkal erősebbé és hatékonyabbá kell tenni a családsegítő intézményeket. Így lehet megakadályozni, hogy a szegénység egyben kiszolgáltatottságá is váljon a gyerekek számára. És hasonló feladat, hogy újjászervezzük a nevelőszülői hálózatot, ami hát minden eresztékében recseg ropog az elmúlt években. És a gyermekekkel foglalkozó intézmények, a gyermekotthonok finanszírozását a mainál sokkal hatékonyabban és sokkal nagyobb összegekkel kell biztosítani az államnak. Igen, ez pénzbe kerül, költségvetési forrásba kerül. De az a kormány, amely gazdaságfejlesztésnek hazudott milliárdosok és multik támogatására képes költeni 100 milliárdokat évente, abban a költségvetésben annak a kormánynak meg kell találnia a kellő forrásokat ahhoz, hogy a családsegítő szolgálatok, a gyermeket nevelő intézmények és a gyermekek számára is megfelelő forrásokat juttassanak. De a szegénység és a kiszolgáltatottság kéz a kézben jár. Ezért egy szociáldemokrata kormány számára különösen fontos feladat, hogy megszüntessük a gyermekszegénységet Magyarországon. Ezért kell az államnak legalább a duplájára emelni a családoknak járó támogatásokat. És meg kell szüntettünk azt a rendszert, amit a Fidesz itt az elmúlt 13 évben felépített. Ma gyerekek között áthidalhatatlan szakadék nyílt a tekintetben, hogy gazdag vagy szegény családból származnak.
A leggazdagabb családból származó gyerekek számára az egészségügyi ellátástól kezdve az oktatáson át a szabadidő eltöltéséig, hát fényév a különbség, mint amilyen sok százezer magyar gyermek számára lehetőség adott lehet. Éppen ezért a családtámogatások mellett a magyar oktatási rendszert is át kell alakítani. Ma a magyar oktatási rendszer inkább növeli ezeket a különbségeket, semmint hogy tompítana rajtuk. Minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ugyanolyan boldog és felhőtlen életet éljen. Ezek a legfontosabb pontjai egy szociáldemokrata kormánynak. Ezeken dolgozik az árnyék kormány szakértők és civil szervezetek bevonásával. Mert ahogy a civil szervezeteknek, a társadalmi véleményvezéreknek van dolguk, és teszik is a dolgukat, úgy feladata a politikának és a politikusoknak, hogy alternatívát mutassanak és cselekvő közösséget szervezzenek. Ehhez várom mindenki partnerségét.